Franciaország és Olaszország szerződést kötött kapcsolataik szorosabbra fűzéséről. A dokumentumot Rómában írta alá Emmanuel Macron francia elnök és Mario Draghi olasz kormányfő. Az olasz elnöki palota után Quirinálénak nevezett szerződés jelentőségét szakértők az 1963-ban Franciaország és Németország által kötött Elizé szerződéshez hasonlítják. Ami a migrációt illeti, elismerjük, hogy szükség van olyan Európai Uniós politikára, amely kezeli a menedékkérők áradatának ügyét. Ennek a felelősség és a szolidaritás elvén kell alapulnia. Abban is elkötelezettek vagyunk, hogy megvédjük mezőgazdasági rendszereinket. Ebben is közös álláspontra jutottunk. Ez rendkívül fontos ügy a két országnak, mondta Mario Draghi. A kapcsolatok szorosabbra fűzéséről 2017-ben kezdődtek meg a tárgyalások, de az olasz kormányváltás miatt megfeneklettek. Közös az elhivatottságunk olyan nagy európai projektek ügyében is, mint a hidrogén, a felhőszolgáltatás vagy az űrkutatás. Reggel fontos megállapodást kötöttünk az űrről. Ez új lendületet ad az iparágnak, amely annyira fontos a vállalkozásaink számára, polgári és katonai területen is. A rakétakilövőkről és új projektekről is szól ez. Nagyon fontos fejezetét írjuk űr együttműködésünknek, mondta Emmanuel Macron. Sokan azt remélik a francia-olasz szerződéstől, hogy nagy hatással lesz az Európai Unió politikájára, csak úgy, mint a 2009-ben megújított francia-német megállapodás.